Üdvözlet mindenkinek, Sabbat Shalom, 2023. május 27-e van, és ezúttal az jutott eszembe a Sabbat kapcsán, illetve Shabuot lesz jövő itt vasárnap, ennek kapcsán, hogy mi is az, amit akarhat az Atya ezúttal, mert nyilván minden ünnep valamire felkészít minket, és van valami elvárás, amit csak ki kellene találnunk, még akkor is, hogyha ez eddig nekem nem sikerült ezzel az ünneppel kapcsolatban, de most talán eszembe jutott, hogy illetve nem is eszembe jutott, hanem talán végre megmutatta így egy héttel az ünnep előtt. És mielőtt ebbe belemennék, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg a videóinkat, akár a Yahoo útja, akár Infobaba, illetve a weboldalainkról is, az nagy segítség, hisz többekhez eljuthat az üzenet, de megtalálhatjátok ezeknek részleteit a TikTokon, az Instagramon, illetve vannak Facebook csoportjaink is, hogyha esetleg azokhoz szeretnétek csatlakozni. Visszatérvén ide, mi gondolkoztam és kértem, hogy mutassa meg, hogy mi az, amit szeretne. Arra jutottam így olvasván, hoppá, szeretik ezt is. Olvasgatván arra jutottam, hogy a következő lépés legalábbis a mi életünkben az kellene, hogy legyen, hogy mindenki kitalálja és felfedezi, hogy mi az ajándék, vagy ajándékok, illetve más néven talán talentumnak hívhatnánk ezt. Mik azok a talentumok, amelyet kapott Abaja Huától annak érdekében, hogy építse ezt a közösséget, illetve az egész Yahusha HaMashiach követőinek közösségét. Ott, ahol van, úgy, ahogy csak tudja. Hogy ennek a felfedezése kinek mennyi időbe fog telni, azt nem tudom. Relatíve az elején számomra egyértelmű volt, hogy mi az, ami az én feladatom, illetve talentumom, mondjuk úgy, vagy talentumaim, és hogy még, vagy van-e másik, vagy lesz-e, vagy fel lehet-e fedezni többet, én úgy hiszem, hogy mindenki fel tudja fedezni magában ezeket idővel, és ahogyan növekszik ezen az úton, ugye egyre többet fog találni magában, illetve egyre inkább azt, amit felfedezett, majd ki tudja aknázni egyre jobban. És bár már erről volt szó, de továbbra is azt mondanám, hogy olyan ez, mint egy számítógépes játék, ahol van egy karaktere az embernek, és azt tudja építgetni. Ahogy halad előre a játékban, egyre jobban kifor a játékban az egyénisége, egyre több képességet gyűjt magának, és azokat a képességeket egyre jobban fejleszti fel. Biztos mindenki játszott már ilyen játékkal, vagy el tudja képzelni. A játékokban is vannak különböző karakterek, van amelyik nagy, erős, lassú, van amelyik kisebb, gyors, ügyesebb, a másik jobban tud lopakodni, a harmadik jobban tudom én, verekedni, meg kardot használni, meg pajzsot, meg ezeket a dolgokat. És ez így van ezen az úton is, persze nyilván más képességekkel, de hogyha utána akar valaki nézni, akkor a Római Levél 12-es fejezetben például Saul felsorol egy csoport ilyen ajándékot, amit az Atya adhat az embernek. A Korintusi Levél, az első levél 12-es fejezetben szintén beszél erről Saul egy ilyen csoport ajándékról. Aztán még az Efézusi Levél 4-es fejezetben is szó van ezekről az ajándékokról. Úgyhogy el tud indulni mindenki ezen, és talán a másik nagy segítség az lehet, hogyha
ha hallgatunk azokra, akik ismernek minket, a társainkra ezen az úton. Ugyanis egy külső szemlélő számára nyilván sokkal egyszerűbb megismerni és kiismerni az embert, mint saját magának sokszor. Nem feltétlen mindig, de sokszor azt hiszem, hogy egyszerűbb egy külső szemlélőnek meglátni azt, hogy mi is az erősségünk, mi a gyengeségünk esetleg, mi az, amiben fejlődhetünk, és mi az, amiben tudunk segíteni másoknak. Mert a végső célja ennek az egésznek az lenne, hogy az ember, ahogy fejlődik, úgy segíti azokat, akik körülötte vannak. És azok az emberek, akik ott vannak körülötte, ezáltal szintén fejlődnek, és kinyitják a saját ajándékaikat, és akkor az egész közösség így jobbá válik. Ez nyilván az elképzelés. Na most, ami nyilvánvalóan elkerülhetetlen, az, hogy az ember cselekedje azt, ami helyes az Atya szemében, és az nem más, mint nyilván az az életforma, amit Jahusa követett, és az ahhoz való ragaszkodás tűzön vízen át. Ez az egyik. Utána imával kell fordulnunk hozzá, és őszintén akarni mindezeket az ajándékokat megszerezni. És nem azért, hogy mi bármilyen funkciót betölthessünk, vagy akár a saját dicsőségünket, vagy hírnevünket próbáljuk meg ezáltal építeni, hanem természetes, hogy az Atya az, akire fel akarjuk hívni a figyelmet, illetve az ő nagyságára, cselekedeteire, jóságára, meg az ő igazságára. Ez időt vesz igénybe, és ami elkerülhetetlen lesz, az egy másik dolog, ami úgy tűnik, hogy az emberek többségének nehezen megy, illetve az emberek többsége hiány van ennek, az pedig önismeret, illetve egyfajta reális önértékelés. Hogy az ember lássa azt, hogy ő valójában milyen. Nem milyen szeretne lenni, vagy mit gondol arról, hogy mások milyennek látják, hanem valójában milyen. És ez egy olyan dolog, amit én olyan ritkán tapasztalok az emberek között, hogy szinte soha azt a képességet, hogy ismerné valaki önmagát. És ez azért van, mert nem is figyel a többség. Nem is figyel arra, hogy mi az, amit csinál, mi az, amit mond, mit reagál, mit miért csinál, hogyha gondol valamit, vagy érez valamit, az miért lehet. És erre az én meglátásom szerint sokkal nagyobb tudatossággal kellene mindenkinek készülni, valamint mutatni ezt a nagyobb tudatosságot és hajlandóságot arra, hogy én odafigyeljek arra, hogy mit miért csinálok, mondok vagy gondolok. Amíg ez nem így lesz, addig az ember nem fogja tudni megismerni se magát, se másokat, meg az egész életet megérteni. Úgyhogy a feladat nem olyan egyszerű, mint ahogy azt gondolnánk, és a tulajdonság, amit az Atya ad nekünk, az pedig sokszor nem az, amit mi szeretnénk, vagy amit mi gondolunk, hogy ő adott nekünk, vagy adni fog, vagy adni akar. Körültekintőnek kell lenni ezért, és objektívnek, mikor az ember figyeli magát. Nem lehet csak egyszerűen azt mondani, hogy én biztos ilyen vagyok, vagy én biztos olyan vagyok, vagy én ezt akarom, ezért biztos azt fogja nekem adni, hanem ez egy hosszabb folyamat, amíg az ember gondolkozik ezen, és még egyszer azt meg kell erősítenem, hogy nagyon fontos elfogadni mások véleményét, meg egyáltalán kérni, de azokét, akik nyilván járják az utat, és azon belül is megbízhatóak. Viszont benne, hogy ez segített valamit legalább elindulni
az úton. Jövő hét végén vasárnap lesz a sabót, illetve hát az azután hét elején a gyakorlatban. Utána pedig mindenki nekiláthat az ajándéka felismerésének, mert az már egy felkészülési folyamat egyben az őszi ünnepekre, illetve hát az év végi ünnepekre. Köszönöm a figyelmet, és mindenkinek a legjobbakat, Sabbat Shalom, és Hallelujah!